Lelkesen edzenek a Danubius KSL versenyzői. A gyerekek heti 5 edzéssel készülnek a különböző megmérettetésekre. Szorgalmuknak köszönhetően nemrégiben több érmet szereztek egy országos ranglista viadalon. A DSTV által megkérdezett fiatalok élvezték a megmérettetést. Volt egy balesetem, egy kicsi balesetem, de jól érkeztem magamat. Harmadik lettem, és aki első lett diák olimpián, őt most levettem. Nekem nagyon tetszett, és nagyon örültem, hogy eddig eljutottam, és szerintem többet fejlődtem, mint a tavaszi versenyen. Nekem nagyon tetszett a legutóbbi verseny, szerintem jól szerepeltem, harmadik lettem, és szerintem sokat fejlődtem a tavaszi eredményemhez képest, és most ez a verseny nagyon tetszett nekem. Nagyon jó volt szerintem, második helyezett lettem, és nagyon jó volt szerepelni. Nekem nagyon tetszett, szerintem jól szerepeltem, harmadik helyezett lettem, és jó volt. Varga Gabriella hangsúlyozta, ez a korosztály nagyon tehetséges versenyzőkből áll, és elégedett az elért eredményekkel. Most erre a versenyre 10 Danubius KSS-t versenyzőt vittünk el, 5 kisfiút és 5 kislányt, és nagyon elégedettek vagyunk ezzel az elért eredménnyel. A fiú mezőny az jóval erősebb volt, ezért köszönhető annak, hogy ott egy bronzérmet sikerült elérnünk, de semmivel nem kisebb eredmény, mint a kislányok érmei. A Danubius KSS tollaslabda szakosztálya 10 versenyzővel vett részt a budapesti megmérettetésen. Az U11-es korosztály számára megrendezett viadalon a dunaújvárosi fiatalok 1 arany, 1 ezüst és 3 bronzérmet szereztek.